Országosan is elismert díjjal büszkélkedett a Tolnai Vosinszky Mór óvoda Pitypangovija. Többek között ők is elnyerték a biztonságos óvoda címet. A pályázatot az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a Közlekedéstudományi Intézet hirdette meg 2021 nyarán. A felhíváshoz országos szinten számos intézmény csatlakozott, Tolna megyéből pedig 7 óvoda kapta meg az elismerést jelentő táblát, ami ezentúl az Ovi kapuján díszeleghet. A projekt elsődleges célja az óvodások biztonságos közlekedésre való felkészítése, az óvodák szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport sajátosságait figyelembe véve. A program keretében az óvodapedagógusok rendszeresen képzéseken vehetnek részt, és azok az óvodák, amelyeknek pedagógusai ezeket a programokat elsajátították, a biztonságos óvodatábláját kapják meg, melyet kihelyezhetnek a saját óvodájukra. 2021-ben Tolna megyéből összesen 7 óvoda csatlakozott ehhez a programhoz, amelynek átadójára nemrégiben került sor Dombóváron, Atalán, Decsen, Tolnán, Györkönyben és Tengelicen. Kollégám Botani Kis Gabriella rendőr alezredes asszony adta át ezeket a kitüntető címeket azoknak az óvodáknak, akiknek pedagógusai elvégezték a programot, és így méltóvá váltak a biztonságos óvoda címére. A biztonságos óvoda program további célja, hogy ösztönözze és segítse a közlekedési nevelés megvalósítását, és ehhez támogatást adjon az óvodapedagógusoknak is. Badics Linda telephelyvezető kezdeményezésére pályázott a Pitypangovija felhívásra. Olyan közoktatásnevelési intézmények jelentkezhetnek erre a cím elérésére, akik saját OM-azonosítóval rendelkeznek, illetve még nem jelentkeztek a biztonságos óvoda programban. Miután elolvastam a pályázati kiírásnak a céljait, úgy éreztem, hogy test közelben vagyunk úgymond a mi sajátos óvodai nevelési programunkkal, hiszen projektrendszerű fejlesztésen alapszik a gyermekek fejlesztése, és ez a felhívás pont arról szól, hogy a közlekedést, mint projektet kidolgozva adjuk át a fejlesztést minél részletesebben a gyerekek számára. Ismertettem kollégáimmal ezt a felhívást, mindenki úgy gondolta, hogy mivel minden csoportunk foglalkozik ilyen jellegű tevékenységgel a saját gyermekeik körében, ezért pályáztuk meg ezt a címet. Az én csoportom egy vegyes életkorú csoport, úgymond, és kolléganőmet úgymond beleinvitálva ebbe a programba jelentkeztünk a felhívásra. Az ő segítségével, Kovács Edittel együtt elvégeztünk egy rövid kis egynapos képzést, melyet a Közlekedéstudományi Intézet szervezett. Kaptunk egy tanúsítványt erről, és egy módszertani segédprogrammal, egy ilyen kidolgozott tevékenység sorozattal tudtuk a gyerekek számára átadni ezt az ismeretanyagot. Ahogy említettem, csoportunk vegyes életkorú csoport, így évről évre számukra ez már egy visszatérő anyag volt, mert korábban is foglalkoztunk már a közlekedés anyagával, viszont most kaptunk egy olyan részletes útmutatót, amiben megerősítést kaptunk arról, hogy ideig is jól dolgoztunk, és egy kis pluszt kaphatunk még segítségül abban, ami a munkánk. Fő feladatunk volt, hogy a gyermekeknek az 5-7 éves korú életkorban már megalapozzuk és kialakítsuk a biztonságos közúti közlekedés alapjait. Mivel óvodánk a város-kertvárosi részén fekszik, ezért a gyerekeknek ez már nem volt idegen, hiszen nagyon sokan a jó idő közelettével, biciklivel, rollerrel, kerékpárral, esetleg gyalogosan érkeznek az intézménybe. A pályázatot 2021. július 2-áig lehetett beadni, megyénként 10 óvoda vehet részt évenként a programban. A projekthez 2016 óta több mint 700 óvoda csatlakozott, ami azt mutatja, hogy a kezdeményezés hasznos, örömmel vesznek részben a pedagógusok és a gyerekek is.